Szervusztok! Megígértem az előző videónál, hogy be fogok számolni arról, hogy elmentem egy laborba, hogy megnézzem, hogy milyen védettséget élvezek ezzel a Covid-dal kapcsolatban. Megnéztem a laborokat, hát számtalan labor van, és hatósági árak vannak, tehát mindenhol ugyanaz az ár, 11 ezer forint, annál többet egyébként nem lehet kérni. De mielőtt erre válaszolnék, szeretnék az előző videóról beszélni, amelynek a címe az volt, hogy hogyan kell hamis védettségi igazolványt beszerezni. És volt egy-két követő, aki csalódott volt abban a tekintetben, hogy én azt mondtam abban a videóban, hogy nem lehet beszerezni, és hogy a törvényes utat kell járni, és sokan, illetve nem sokan, de azért egy páran azt mondták, hogy csalódnak bennem, mert hogy én már átálltam a túloldalra, olyan vagyok, mint egy főügyész, mint egy rendőr. Hát egyszerűen elképesztőnek tartom ezeknek az embereknek a gondolkozását. Tehát miért, mit képzeltetek ti, hogy majd itt a nyilvánosság előtt majd bűncselekményről fogok beszélni, meg bűncselekményre fogok biztatni embereket. Hát azért kapjatok a fejetekhez, ez az én életem, az én szabadságom, és itt nekem nem mondja meg senki, hogy nekem miről legyen véleményem, arról meg nem is beszélve, hogy az mi legyen. Ezt egyébként üzenem annak a úgynevezett barátomnak, aki Máté Szalkáról üzent nekem egy ilyen hányadékos hozzászólást. Mondom, mit képzelsz te magadról? Majd te fogod megmondani nekem, hogy én mit fogok mondani? Ez az egyik dolog. A másik, soha nem biztatnék senkit bűncselekményre, és hogy nem mondtam semmilyen új információt, de elmondtam azokat az információkat, amiket lehet hallani azzal kapcsolatban, ha valaki hamisítani akar egy ilyen védettségi kártyát. Egyébként azért sem lehet, mert QR kódos a védettségi kártya. Kipróbáltam én a saját telefonomon, letöltöttem ezt a QR kódos applikációt, és 10 másodperc alatt leolvassa a telefon a QR kódot, és minden adatot azonnal lehet látni a telefonodban. És mivel, hogy több hatóság és több szerveren működnek ezek a dolgok, lehet, hogy valaki tud hamisítani egy kártyát, csak éppen a központi szerveren az azonnal megállapítható lesz, hogy hamis a kártya. Tehát ne menjünk abba bele, hogy én főügyész vagyok, meg rendőr vagyok, nem vagyok az. Egyszerűen csak annyit mondok, hogy ne kövessetek el bűncselekményeket. Nekem volt elég bajom és problémám az igazságszolgáltatással. Én a ti kedvetekért sem fogok nyilvánosan, egyébként nem nyilvánosan sem bűncselekményre buzdítani senkit se. Na tehát elmentem egy ilyen laborból, megnézték a védettségemet. Hát megdöbbentő volt, mert van egy ilyen IgG-teszt, és ez a védettségi skála, legalábbis a teszt tanúsága szerint, akkor vagyok védett, ha a 11-es, a skálán a 11-es ponton felül vagyok. Ha 9 és 11 között vagyok, akkor ilyen majdnem védett vagyok, és a 9 pont alatt, akkor nem vagyok védett. Na most én a két Sinopharm védőoltás után több mint 30 nappal mentem el erre a tesztre, és 3,2-t mutatott a védettségem. Tehát ez azt jelenti, hogy ha nem kaptam volna injekciókat, akkor is mutatna ugyanennyit a védettség, viszont erre meg nem kapnék védettségi kártyát. Szóval óriási nagy a káosz, én fölhívtam az orvosi barátaimat,
Többek között fölhívtam a Szlávik Jánost, akivel korábban jó viszonyt ápoltam, és most is, ha telefonon érdeklődök, akkor tudok információkat kapni tőle, és azt mondta, hogy ne idegeskedjek, semmit sem jelent, hogy ez nem mutatta ki a védettséget, ettől függetlenül én védett vagyok, és hogy ő a saját édesapját is ezzel a Sinopharmmal oltotta be, és egyébként valószínűleg úgy néz ki, hogy nyár környékén mindenkinek kell egy harmadik védőoltást kapni, és az teljesen mindegy, hogy melyik védőoltásról beszélünk, tehát keletiről vagy nyugati védőoltásról. És a másik meg, ami a leginkább fájdalmas ebben az egész történetben, hogy tényleg politikát csinálnak a politikusok ebből a védőoltásokból, szerintem felejtsék el ezt a politikát, és mondják el a népnek, tájékoztassanak minket arról, hogy a védőoltás szükséges-e, valóban védettséget nyújt-e, és persze tudom azt, hogy rengeteg oltás ellenes ember van, és senkit nem akarok meggyőzni, de engem se győzöm meg senki. Én úgy ítéltem meg, hogy nekem szükséges az, hogy megkapjam a védőoltást, és mivel az összes orvosbarátom azt mondta, hogy igenis, feltétlenül oltassam be magam, és az én baráti köröm is mindenki beoltottam magát, én úgy gondoltam, hogy ez komoly védelmet fog adni, hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Mindenesetre beszéltem egy barátommal, aki 3 hetet volt bent covidosként a kórházban, és tragikus állapotokról számolt be. Egyébként videózott folyamatosan, nagyon rosszul volt, de erre volt ideje, vagy tehát ezt még meg tudta tenni. Azt mondta, hogy a 3 hét alatt ő meg még egy hölgy volt az, aki élve jött ki a kórházból. Tehát nagyon sokan meghalnak ebben a Covid vírusban, vigyázzatok magatokra, és mindenki próbáljon utána olvasni minél többet. De ne csak a magyar híradásokban, hanem főleg inkább a WHO jelentéseit, és az amerikai világlapoknak a cikkeit olvassátok el, akkor is el tudjátok olvasni, ha nem tudtok angolul, mert van fordítóprogram, és ott beteszitek a fordítóprogram, és abból tájékozódjatok. Mindenkinek kívánom azt, hogy egészséges legyen a családjuk is, és illetve a családotok is, a barátaitok, és próbáljunk békében élni egymással, és főleg ezeket a gusztustalan megjegyzéseket, ezeket mindenki hagyja saját magára. Illetve magának nem szükséges az, hogy itt elmondjátok a nagy okosságaitokat, nekem címező úgy, hogy engem szittok, mert hogy én nekem van egy véleményem valamiről. Igen, nekem van véleményem, nem csak erről, mindenről, és azt a véleményemet el is fogom itt mondani, és akinek nem tetszik, az nem fogja meghallgatni, vagy leiratkozik a csatornáról. Köszönöm, hogy meghallgattatok, szervusztok!